Magyarsághezet 2011-ben hozta létre a magyar kormány azzal a céllal, hogy egyfajta találkozó helyként működjön a Magyarországon élők és a külhoni magyarság között, erősítsük a kapcsolatokat. Ezt elsősorban kulturális téren tesszük azóta is. Nagyon sok tudományos konferenciát, képzéseket, pedagógus képzést, kiállítást valósítottunk meg a rendezvényeink mellett. Kiemelt rendezvényeink az év során a Nemzeti Összetartozás napja, június 4-e, és a Szorvány napja, ez a november 15. Emellett rendszeres programjaink is vannak. Ebben az évben indítottuk útjára az értéktárak, falvak, magyar falvak bemutatkozását, és ebben a programban legutóbb Kárpátalja szerepelt, az értéktáraikon lévő hímzésekből újjászületett ruhadarabokat mutattuk be többek között, de kis kóstolót is kaphattunk a kárpátaljai kiváló pálinkákból, süteményekből. Mindig olyan programokkal egészítjük ki ezeket az igazából értékőrző bemutatókat, hogy a közönség számára csalogató legyen. És az év során még folytatjuk ezt a sorozatot, és lesz még Kárpátalja természetesen, mindig egy-egy kisebb régió, mindig egy kicsit nagyító alá vesszük a térséget, úgyhogy falvakat hozunk még el Budapestre, Kárpátaljáról, de megyünk is programmal. Az ősz folyamán a Tenkes Kapitánya című előadást visszük Beregszázba, ha jól tudom, akkor november környékén. Nagyon nagy elmaradottságunk van nekünk is magyarországiaknak. Nagyon keveset tudunk a határon túli magyarok hétköznapjairól, ünnepeiről, hogy hogyan élték meg az elmúlt 70 évet akár. Azt hiszem, hogy van mit ledolgoznunk ebből a lemaradásból. Nem a mi hibánk, nem a kis magyarországiak, nem az iskolarendszer, tehát valószínűleg az iskolarendszerben is, de hogy nem tudunk egymásról, teljesen más államok határain belül élünk, és éltük meg az elmúlt 100 évet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a következő 100 év arról kell szóljon, hogy most már valóságban is összekössük ezeket a területeket, hogy újraindítsuk azokat az áramvonalakat, amelyek korábban élőek voltak. Tehát újra élővé kell tenni ezeket a viszonyokat, és mi ezt a célt szolgáljuk továbbra is.